A budakalászi Ledényi dzsúdóiskola 15 éves ikerpárja, Kollár Ágoston és Sebestyén az elmúlt időszak Európa Kupa versenyein az 50 kilósok mezőnyében folyamatosan szállította a jobbnál jobb eredményeket. Kiváló formájuk biztató előjel lehet a közelgő ifjúsági Európa-bajnokság előtt. Ám a mostanra nemzetközi szinten is eredményes fiatalok egykoron nem a cselgáncsal indították küzdősportos karrierjüket. A bátyám kezdte el ezt a Neon Taijutsu Do sportágat, és mi már az eleje óta a tatami széléről néztük, hogy mit is csinál, és már nagyon vártuk, hogy mi is beállhassunk, versenyezhessünk. És amikor beálltunk és elkezdtünk versenyezni, nagyon jó eredményeket értünk el, a edzéseken nagyon sokat tanultunk, és édesapánk segítségével is nagyon sokat fejlődtünk otthon, mivel tudtunk húzózkodni, fekvő támaszozni és ilyenféle gyakorlatokat végezni. Jiu-Jitsu-ban ugye elkezdtünk versenyezni, fejlődtünk, már nem éreztünk kihívást a Jiu-Jitsu-ban egy versenyt megnyerni, ezért úgy döntöttünk, hogy párhuzamosan elkezdünk judozni. Mikor serdülő elsévesen bekerültünk a Heracles programba, akkor döntöttük el, hogy minden energiánkat a judóra tesszük. A hozzáállásukon látszott, hogy nem szeretnek veszteni, kicsit hasonlok, mint én, és csak a győzelem számít, ami van, amikor jó, van, amikor nem. Az egy olyan 2-3 hónap után látszódott, hogy nekik mindenük a judó, és akkor látszott már az, hogy olyan kifinomult érzékük van a dobásokhoz is, meg a földhasz technikához, és hogy akkor már látszott egy ilyen 2-3 hónap után, hogy ők szerintem a judóra születtek. A testvérek edzője szerint a fiatalok személyisége és cselgáncshoz való hozzáállása is nagyon hasonló. A személyiségük az eléggé hasonló, szóval majdnem a legtöbb dologban egyetértenek, amiben különböznek a véleményük, akkor ott van egy harc közöttük. Mind a kettőjük egyébként, az egyikük jobbra dolgozik, a másikuk balra dolgozik, szóval egy picit különböznek. Őket nem tudom megbüntetni semmi, hogy kötelet kell mászni, hogy békaszögben ők. Az egyiküket megbüntetem, akkor a másikuk is megcsinálja, nehogy már megelőzze az egyikük a másikat, hogy többet csináljanak. Nem is tudnék olyat mondani, amiben különböznek. Szóval tényleg mind a ketten nagyon elszántak, tényleg a versenyzés körül forog az életük, és az eredmény az, ami nekik a legfontosabb. Az azonos súlycsoportban vitézkedő fiúk nap mint nap egymás ellen küzdenek az edzéseken, ugyanakkor korán sem tekintik egymást riválisnak. A versenyeken, ha kell, feladják a másik javára a küzdelmet. Mindig úgy van, hogyha egy versenyen döntőbe kerülünk, akkor nem küzdünk meg egymással, hanem megbeszéljük, hogy ki adja fel. Nem mondanám, hogy riválisok vagyunk, mert én, hogyha esetleg bekerülünk a döntőbe, én Sebinek bármikor adnám a győzelmet, és nem is az, nem szoktunk összeveszni rajta, hogy most ki adja fel és ki nem. Szóval én nem így fogom fel. De vajon mi alapján döntenek akkor, ha mindketten a döntőbe jutnak? Most az utolsó versenyen próbáltuk így kilogikázni, hogy a ranglista pontokon, hogy kinek lenne jobb, hogy ki adná fel, hogy előrébb jusson, és akkor úgy döntöttünk, hogy legyen pénzfeldobás. De az előző versenyeken úgy szokott lenni, hogy például az egyik ilyen nagyobb versenyt én feladom, és akkor jön egy másik nagyobb verseny, és azt pedig akkor Sebi adja fel. Az első ifjúsági évükben járó reménységek a nemzetközi szintéren általában 1-2 évvel idősebbek ellen bizonyítanak. A közelmúltban rendezett porecsi ifjúsági Európa-kupa viadalon például az 50 kilósok között mindketten bronzérmet szereztek, Teplicében egyaránt pontszerzőként végeztek, majd a bukaresti versenyen Ágoston aranyérmes lett, Sebestyén pedig harmadikként zárt. Nagyon pozitívan értesz, hogy porecsbe harmadik lettem. Én nem hittem volna, hogy ilyen jó eredményt el tudok érni. Teplicén is ott a harmadik helyért mehettem, de sajnos ott ötödik lettem. És itt Bukarestben első lettem, és ez nagyon nagy eredmény, és nagyon boldog vagyok. Szerintem nagyon jó forma vagyok. Minél többet küzdök a ellenfeleimmel, annál tapasztaltabb leszek. Fejlődő a formájuk. Én azt mondom, hogy még a súlyuk az egy kicsit kevés, mert az egyiküknek 47 és a másikunk 49 kg volt a súlyuk, ez 50 kg az nagyon kevés. Főként úgy, hogy mondjuk volt olyan versenyző, aki Teplicében még 55 kg-ban indult, ott harmadik lett és lefogyasztott 50 kg-ba.
ahogy látom, mint a legtöbb versenyzőt, azok ilyen 54-55 kilóról fogyasztanak. 6-7 kiló súly előnnyel indulnak el a versenyzők, akik velük állnak szembe, de azzal az erővel, amivel, meg ahogy látom azt, hogy olyan embereket vertek meg, akik akár mondom 5-6 kilóval is nehezebbek, mint ők. De mondom, azt látom én is, hogy a versenyre jobbak. Az Ágostornál láttam most legutóbb, amikor megnyerte az Európa kupát, hogy 5 különböző technikával nyerte meg. Szóval nem az volt, hogy levitte volna őket földharcra, és földtechnikába győzte le, hanem 5 különböző technikával tudott győzni. Szóval én azt mondom, hogy annyira egyben vannak most, hogy akár technikailag, akár erőben, akár állóképességben, hogy ezen az Európa bajnokságon így elsősorban bármi lehet, akár még döntőzhetnek is egymással. Ez nem a legszebb.